Köszöntöm a nézőket. A köztér mai vendége Katus István, a Haomet Köfém Kft. Vezérigazgatója. A mai műsorban egy kicsit közelebbről megismerhetjük ezt a vállalatot. Köszöntöm itt a stúdióban. Köszönöm, hogy meghívtak, én is köszöntöm a nézőket. Ugye elmondtam ezt a Haomet Köfém Kft-t. Nekem ez egy kicsit új ez a név. Ismertem úgy, hogy Arkonik, ismertem úgy, hogy Alkoholköfém. Most mi a helyzet? Hát most Haomet Köfém a helyzet. Igazából mi is, nekünk is, számunkra is új ez a név. Annyit kell róla tudni, hogy a tavalyi év folyamán, január 1-től hívják így ezt a vállalatot, egy névváltozáson mentünk keresztül. A korábbi Arkonik Köfém Kft-ből Haomet Köfém Kft. Lett. Az üzletágak azok nagyjából ugyanazok, mint amelyek korábban voltak az Arkonik Köfém Kft. Alatt. Annyi történt, hogy a korábbi Arkonik Köfém Kft-ből a hengermű és öntöde üzletágunk kivált. Egy önálló Kft-be, önálló tulajdonosi háttérrel, ők Arkonik Köfém Milk Products Kft. Néven folytatják tovább a tevékenységüket, és a többi üzletág, illetve a szolgáltató központunknak a nagyobbik része az a Haomet Köfém Kft. Keretein belül működik. Mit lehet tudni a tulajdonosról? A tulajdonosról azt lehet tudni, hogy ugyanúgy, mint korábban, döntően amerikai tulajdonosai vannak a cégnek, New York-i értéktőzsdén jegyzett cég a Haomet Aerospace is, ugye ez az anyavállalatunk, és hát döntően nagy befektetési alapok, nyugdíjalapok, tehát bárki lehet tulajdonos ennek a cégnek. Jelen pillanatban $28 lehet megvenni a cégnek egy részvényét, New York-i értéktőzsdén bárki szabadon adhatja, veheti a részvényeket. Mit lehet tudni a magyarországi cégnek a múltjáról? A magyarországi cégnek a múltja az nagyon hosszú, 80 éves múltra tekint vissza, tehát egy nagyon régóta Székesfehérvár életében jelenlévő cégről van szó. Igazából a mi gyökereink 1941-ig nyúlnak vissza, amikor is német-magyar vegyes vállalatként létrejött a székesfehérvári könnyűfémű. Nagyon sokáig a Hungalu alumíniumipari trösznek a keretein belül folyt a tevékenység, addig, amíg 1993-ban az Alko a többségi tulajdon szerzett privatizáció révén ebben a cégcsoportban. Onnantól kezdve 1993-tól egészen 2016-ig Alko Köfém Kft. Néven ismerhették a város lakói ezt a vállalatcsoportot. 2016-ban került átnevezésre a cég egy globális átszervezés miatt. Onnantól kezdve Arkonik Köfém Kft. Néven folytattuk a tevékenységünket, és most a tavalyi évtől, 2020. január 1-től pedig Haomet Köfém Kft. Néven. Ugye elmondta a többi névvel együtt a többi vállalatot is. Ezt mit lehet tudni, hogy a tulajdonosuk az egy, vagy teljesen különböző tulajdonosokkal rendelkeznek? Teljesen különböző tulajdonosokkal rendelkezünk. Ahogy említettem, ez egy tőzsdén jegyzett részvénytársaság. Tőzsdén jegyzett részvénytársaság az Alcoa is, az Arkonik is és a Haomet is. És hát igazából nap mint nap változik a tulajdonosi köre, attól függően, hogy éppen ki mennyi részvényt ad és vesz. A meghatározó tulajdonosok minden egyes cégben, azt mondom, hogy alapvetően nem ugyanazok, de azok állandóak, viszont a részvényhányadnak a nagy része az tőzsdei forgalomban van, és adják, veszik. Mi jellemzi ezeket a cégeket? Már hogy együttműködésre, hogy van-e kapcsolat? Itt Magyarországon, igen. Igazából ugye mindannyiunknak közös az öröksége, tehát mindannyian valahogyan a 80 évhez csatlakozunk, még akkor is, hogyha a jogilag a Haomet Köfém Kft. Az egykori székesfehérvári könnyűfémműnek ugye a jogutódja. Ugyanazon a telephelyen dolgozunk, ha visszatekintünk a székesfehérvári könnyűfémműre, akkor a székesfehérvári könnyűfémműből, illetve utána az Alka Köfém Kft-ből lett egy Hidro Kft., Hidro Magyarország Kft., egy Arkonik Köfém Milk Products Kft., egy Haomet Köfém Kft., illetve lett egy Alka Shared Service Hungary Kft., ami szolgáltató központként üzemel itt Székesfehérváron, a telephelyünkön, és hát innen nyújtanak szolgáltatást az Alka gyáregységeknek világszerte. Ugye mondta, hogy 41-ben alakult meg a cég itt Magyarországon, az most már 80 évet jelent. Igen. Ez már egy jubileum, és ha jól tudom, akkor a különböző egységeknek is jubileuma van ebben az évben. Így van. Van olyan egységünk, amelyik 80 éves jubileumot ünnepel,
de van három olyan egységünk, amelyik 25 éves jubileumot ünnepel, illetve van egy olyan egységünk, amelyik pedig 15 éves jubileumot ünnepel. Tehát jelen pillanatban azt lehet mondani, hogy ilyen többszörös születésnapot ünnepünk itt Székesfehérváron, illetve a nemesvámosi telephelyünkön. 25 éves jubileumot ünnepel egyébként a keréktermék-üzletágunk, jelen pillanatban ez a Hamedköfém Kft.-nek a legnagyobb üzletága, de 25 éves jubileumot ünnepel a szolgáltatóközpontunk, a Hamedköfém Kft.-nek a szolgáltatóközpontja, amely mintegy 200 fővel nyújt szolgáltatást a világ valamennyi részén található Hamed-tegységeknek, Hamed-gyáraknak. 25 évet ünnepel a nemesvámosi kötőelemüzletágunk, és van még itt Magyarországon egy turbinalapát megmunkáló üzletágunk, amelyik 15 éves jubileumot ünnepel. De akkor ez a jubileumok éve, tényleg ez a abszolút. 2021, hogyan készül a cég egyébként? Mik a tervek így az évre vonatkozóan? Hát nagyon sok tervünk van, bízunk benne, hogy ez a jelenlegi szituáció, ez a pandémiás helyzet nem fogja keresztül húzni ezeket a terveket. Azt lehet mondani, hogy egy teljes programsorozattal készül a vállalat, amely egyrészt érinti a dolgozókat, másrészt érinteni fogja a városnak a lakosságát is. Egyenlőre az elkövetkezendő 2-3 hónapban próbálunk olyan rendezvényeket megvalósítani, amelyhez nem kell megsértenünk a gyülekezési szabályokat, tehát leginkább az online térben próbálunk leginkább a dolgozóink számára rendezvényeket szervezni, de ezt követően remélhetőleg márciustól, áprilistól elkezdhetünk a város lakossága felé is nyitni, és különböző rendezvényeket, jótékonysági eseményekkel még inkább részt venni a városnak az életében. Milyen egyébként így a Hamedköfém Kft. Hányan dolgoznak? Mi is a fő profilja a cégnek? Összesen jelen pillanatban közel 1300-an dolgoznak a vállalatnál, valahol 1200 és 1300 között van a létszám, azért nem tudom pontosan, mert folyamatosan bővülünk. Leginkább amiatt bővülünk, mert a tavalyi évben elkészült egy új beruházásunk, a Budai úton, ahogy a nézők, hogyha jönnek befele, a Mentavil mögött balkézre található egy közel 40 milliárd forint beruházásból elkészült kerékfelni gyártó üzemünk, és ennek az üzemnek a bővítése folyik jelen pillanatban. Most kezdtük el ezt a bővítést, reményeink szerint szeptembertől az az üzem is teljes kapacitáson fog működni, és hát ugye a korábban elkészült üzemünkbe most vettünk föl 160 embert, és a most beruházási fázisban lévő üzemünkbe is keresünk további 90 embert, tehát napról napra, ahogy sikerül megtalálni ezeket a jövőbeli kollégákat, vesszük fel az embereket, és folyamatosan bővülünk. Reményeink szerint a folyamat végére 1300 főt meghaladó létszámunk lesz. Nem annyira régen készült el ez a 40 milliárdos új csarnok. Miért volt szükség, hogy legyen egy ekkora csarnok, vagy egy nagyobb csarnok, vagy egy másik csarnok? Igazából mi úgy látjuk, hogy folyamatosan nő a alumínium kerékfelni iránti kereslet. Mi leginkább jelen pillanatban kamionokra és buszokra, illetve a kamionoknak az utánfutóira gyártunk kerekeket, tehát nagy kerekeket gyártunk. Személyautókra nem gyártunk egyáltalán felniket. Az elmúlt 25 évben, amióta Magyarországon alumínium felni gyártás van itt az Alcoa Arconic Hamed keretein belül, folyamatosan nőtt az értékesítésünk, nem csak itt Európában, hanem globálisan is. És elérkeztünk egy olyan fázishoz, amikor előre kellett tekintenünk, és azt kellett mondanunk, egy mély lélegzetet kellett vennünk, hogy most el kell költenünk ezt a 40 milliárd forintot, mert a következő években, évtizedekben olyan trendek zajlanak a világban, aminek következtében jelentősen meg fog nőni ezeknek a nagyméretű alumíniumfelnék iránti kereslet is. Ezt miből vonták le ezt a következtetést, hogy valószínűleg a kamionok már ezt nagyjából mindenhol alkalmazták? Igazából nekem van egy egyszerű példám. Én azt szoktam mondani, hogy vissza kell tekinteni arra, hogy 10 évvel ezelőtt, ha valaki bement vásárolni egy új személyautót, akkor arra a személyautóra, hogyha alumínium felnit szeretett volna feltenni, vagy könnyű fém felnit, ahogy ezt itt szoktuk mondani, külön kellett érte fizetni.
Ha valaki ma bemegy egy személyautó kereskedésbe, és rendel egy autót, ezek az autók a sorról már eleve alumínium felnél jönnek le. Ez még nem a helyzet, még nem állunk itt jelen pillanatban a kamionoknál. A világ minden egyes régiójában különböző az alumínium felnének az elfogadottsága. Amerikában 100 kamionból durván egy ilyen 60-70 már alumínium felnivel jön le. Európában ugyanez az arány 100 kamionból 28-30 az, ami ezzel jön le, tehát eleve a sorról. Tudjuk azt, hogy Amerikában hogyan növekedett meg ez a kereslet. Jelen pillanatban Európában ez később indult ez az egész folyamat, tehát az egész alumínium felnének a bevezetése, de egy hasonló utat jár be. Tehát elérkeztünk egy olyan ponthoz, amikor az előrejelzéseink szerint egy közel exponenciális növekedés fog megvalósulni. De ettől eltekintve jelen pillanatban olyan trendek zajlanak az egész iparágban, amihez szükséges az alumínium, és nem csak a felninél, hanem bármilyen más olyan kamionalkatrésznél, amelyiknél fontos az, hogy milyen súlyú. Milyen trendekre gondolok? Mindenki látja azt, hogy a környezetvédelem egyre fontosabb lesz. Olyan előírások vannak az autóiparra rákényszerítve itt Európában, aminek következtében egyre inkább meg kell valósítani azt a kamiongyártóknak is, személyautógyártóknak is, hogy minél kisebb károsanyag kibocsátással jöjjenek le ezek a gépjárművek. Mi is látjuk már azt a tendenciát, hogy egyre több nyugat-európai fővárosban állítják át a buszflottákat elektromos meghajtásra. Dél-európai országokban egyre több kamionflotta áll át, vagy elektromos meghajtásra, vagy egy hidrogén, vagy gáz üzemi meghajtásra. Ezekhez új motorokat kell kifejleszteni, ezek a motorok új motorok, nagyon sokszor vagy a motor miatt nehezebb motor lesz, vagy mondjuk egy elektromos busznál az akkumulátoroknak a súlya egy sokkal nagyobb súlyt képvisel. Viszont ahhoz, hogy ezek üzemképesek maradjanak, vagy hatékonyan tudjanak üzemelni ezek a járművek, mindenképpen a plusz súlyt valahol meg kell nyerni. És erre az alumínium ez egy nagyon komoly válasz. Jelen pillanatban a mi kerekeink fele olyan súlyúak, mint a hasonló acélkerék. Tehát azt lehet mondani, mi ezt szoktuk mondani, hogy egy kamion szerelvényen itt Európában durván 12 kerék van, kerekenként 25 kilót tud nyerni a flotta azzal, hogyha alumínium felnit tesz föl az acélfelni helyett a szerelvényre, 25x 12 az 300 kiló. Tehát 300 kilót ezzel meg tud spórolni. Emiatt is volt akkor szükség tényleg erre a bővülésre. Egyébként mit lehet tudni így a cégről, hogy Magyarország, az mondjuk így Európán belül az egyetlen, vagy még rajta kívül, aki kamionoknak gyárt ilyen alkatrészt? Alumínium felnit, tehát alumínium felnit kamionokra és buszokra Európában csak mi gyártunk, és csak itt Magyarországon. Tehát sehol máshol nem gyártanak. A versenytársaink vagy az Egyesült Államokból, vagy Tájvánról importálják a konkurens kerekeket, de itt Európában csak és kizárólag mi gyártunk ekkora kerekeket. Kis felnit, tehát személyautókra nagyon sokan gyártanak, itt Európában is, itt Magyarországon is, Olaszországban, Németországban, Törökországban, de kamionokra alumínium felnit csak és kizárólag mi gyártunk. Milyen egyébként így az export? Mit lehet tudni az exportról? Merre fele exportálnak? Hát a mi termékünk azt lehet mondani, hogy 99,9%-ban, 9,1%-ban exportra kerül értékesítésre. A fő értékesítési piacunk az az Európai Unió. De ezen kívül innen Magyarországról szállítunk kereket az Egyesült Államokba, szállítunk kereket, ugye most már nem az Európai Uniónak a része, az Egyesült Királyságba is, szállítunk kereket Brazíliába, Ausztráliába, Új-Zélandra, Japánba és Kínába is. Tehát azt lehet mondani, hogy a világ valamennyi kontinensére. Számokról tudom, hogy nem nagyon lehet beszélni, hogy mégis mennyit szállítanak ki, exportálnak, de ha jól tudom, akkor azért tényleg ez a csarnok, tehát a 40 milliárdos, ami nem olyan régen került átadásra, és ami még kialakítás előtt áll, hogy ez nagyban fogja növelni a kapacitást. Igen, tehát hogyha ennek a folyamatnak a végére érünk, akkor a jelenlegi de a beruházások előtti kapacitásunk az meg fog duplázódni.
Az első lépést már megtettük, tehát az első 50%-os növekedés az most már üzemképes állapotban van és felfutás alatt van a gyárunk, de a következő 50% az az új beruházásunknak az elkészülte után áll termelésbe, előreláthatólag szeptembertől az idei évben. Hogyha bemegyünk ebbe a csarnokba, ami már készen van, uh-huh. és majd nyilván abba is, ami még nem készült el, akkor mivel találkozunk, milyen technikával, mi jellemzi uh-huh. ezt az üzemet? Én azt szoktam mondani, hogy a világ egyik legmodernebb kerékfelni gyártó üzeme valósult meg itt Székesfehérváron, ebből a 40 milliárd forintból, de ez az én szubjektív véleményem, szerintem a legmodernebb kerékgyártó üzem valósult meg. A kollégák a piacon jelenleg elérhető legmodernebb technológiát építették be ebbe a gyárba. Az elvárásoknak megfelelően nagyon magasan automatizált gyárt, nagyon sok robot tevékenykedik a gyárban, nagyon magas hozzáadott értékű terméket gyártunk ebben a gyárban, és tényleg élménykörbe menni, mert az ember csak azt látja, hogy ami itt van, technológia, az tényleg a 21. század. Ugye mondta a robotizálást, tudunk-e mondjuk hasonlítani külföldhöz képest, hogy hol állunk mi most mondjuk ebben a cégben, uh-huh. itt Magyarországon kerékgyártást tekintve, robotizáció szempontjából? Igen, tudunk. Erre van egy nagyon jó mutatószám, az iparág által elfogadott mutatószám, ami azt hasonlítja össze, hogy 10 000 dolgozóra hány robot jut. Itt nekünk a Székesfehérvár üzemünkben 10 000 dolgozóra 2 000 robot jut. Hogy ezt kontextusba helyezzem, a magyarországi átlag 10 000 dolgozóra 55 robot. Tehát 55 robot van átlagban Magyarországon 10 000 dolgozóra, itt a Székesfehérvári üzemben 2 000, de lépjünk egy kicsit Magyarország határain túl is. Európában ugyanez az arányszám egy kicsit jobb, 10 000 dolgozóra 100 robot jut, nálunk 2 000. Tehát ismételten csak hangsúlyoznám, hogy egy nagyon-nagyon magas fokú automatizáltság valósult meg ebben a gyárban. És ugye ezt szolgálja majd a kibővült csarnok is. Mit lehet tudni a csarnokról, hogy mekkora összegből valósul, meg mikorra várható? Uh-huh. Támogatást azt igénybe lehetett venni, hogyha jól tudom. Igen. Az új csarnokunk az hozzávetőlegesen 10 csarnok, illetve a gépek hozzávetőlegesen 10 milliárd forintos beruházási összeget jelentenek, és ehhez a magyar kormánytól kaptunk itt közel 3 milliárdos támogatást, amiért természetesen egyrészt vállaltuk a munkahelyeknek a megtartását, munkahelyeknek a számának a növelését, és ezt követően pedig a technológiának, a elkészült üzemnek a fenntartását is. Ugye ez az új csarnok az új munkahelyeket is teremtenek, nyilván ez is volt az egyik cél, hogy itt a pandémia közben is azért gondoltak arra, hogy fejlesztenek. Mennyire könnyű egyébként jó munkaerőt találni, új munkaerőt találni, aki megállja a helyét? Tudom, hogy van duális képzése is lehetőség önöknél, az Óbudai Egyetem Alba Régia Műszaki Karán. Mi is jellemzi egyébként így ezt a duális képzést? Mennyire könnyíti meg az önök munkakeresés, vagy hát ilyen a megfelelő munkaerőnek a megtalálását? Én úgy gondolom, hogy a duális képzés mind a középfokú oktatásban, mind a felsőfokú oktatásban nagyon jó kezdeményezés. Egyrészt azért, mert szerencsére most már megvalósult mind a helyi önkormányzattal, mind az országos kormányzattal egy nagyon jó kommunikáció, ahol elmondhatjuk azt a kezdeti betegségek után, hogy milyen irányban kellett fejleszteni ezt a duális képzési rendszert, és szerencsére meghallgatásra kerültek az iparágnak a kérései. Én egy nagyon hasznos dolognak tartom, mert attól függően, hogy a hallgató most 3-4 éves képzésbe vesz részt, a 3-4 éves képzésnek egy részét a vállalatnál kell töltenie a hallgatónak, aminek keretén belül meg tudjuk egymást ismerni. Ő is meg tudja ismerni magát a vállalatot, magát az iparágat, mi is meg tudjuk ismerni a hallgatót. Ha és amennyiben működik ez a kémia, és a tanulmányai végére mindkét fél úgy gondolja, hogy akkor szükségünk van egymásra, akkor a vállalat kap egy olyan hallgatót, egy olyan végzett hallgatót, aki ismeri a vállalatnak a kultúráját, ismeri az elvárásokat, ismeri a kollégákat. Tehát
az első munkanapjától kezdve hasznos, értékes munkát tud végezni nálunk. Viszont ehhez kell az is, hogy a vállalat ebbe a 3-4 évbe oda tegye magát. Tehát ne csak ott legyen ez a hallgató, és mondjuk fénymásolásra használjuk, vagy irattározásra használjuk, hanem legyen olyan dedikált kolléga, aki foglalkozik az ő fejlesztésével, mentorálja bent a vállalatnál, ad neki olyan feladatokat, amivel ez a hallgató fejlődni tud. Szerencsére a mi vállalatunknál erre egy jó kialakult struktúra van, és több olyan példánk van, amikor akiket tényleg így át tudtunk venni. Volt arra is példa, hogy sajnos a végén elváltunk egymástól, már máshol keresett munkahelyet a hallgató, de többségében azt lehet mondani, hogy a hallgatóknak, a nálunk lévő hallgatóknak a 80-90%-a átvételre kerül. És ön elmondta nekem, hogy van egy olyan fajta kapcsolat is, hogy bizonyos feladatokat adnak az Óbudai Egyetem Alba Régia Műszaki Karán tanulóknak. Igen, ezt elmondtam. Szerintem ez is egy nagyon-nagyon jó kezdeményezés. Ez a duális képzésen kívül valósul meg. Bizonyos projekt feladatokkal látjuk el, vagy keresjük meg, vagy működünk együtt az Óbudai Egyetemmel, amikor van egy iparági probléma, mondjuk egy bizonyos munkafolyamatnak az automatizálása, ezt odaadjuk egy ilyen projekt feladatnak 2-3 hallgatónak, akik a mi erőforrásainknak a segítségével dolgoztak ennek a problémának a megoldásán, kidolgozásán. Ebből a problémából ők meg tudják írni szakdolgozatukat, nekünk pedig tudnak adni egy olyan javaslatot, hogy hogyan tudjuk ezt a megoldást az iparági környezetbe átültetni. És az Alba Régia Műszaki Kara, vagy az Óbudai Egyetem Alba Régia Műszaki Karával már elég régi az együttműködés. A robotika labort is önöknek a támogatásnak köszönhetik tulajdonképpen. Így van, így van. 5 évvel ezelőtt volt az, amikor egymásra találtunk a karnak a vezetésével. Őnekik szükségük lett volna egy robotikai laborra, nekünk szükségünk volt egy olyan helyre, ahol a jövő mérnökeinket oktatni tudjuk, és ennek a robotikai labornak az elkészültéhez egy jelentős támogatást nyújtottunk akkor éppen az akkori alapítványunknak a segítségével. De aztán nem hagyták abba ezt a támogatást, mert hogy még most nem olyan régen, azt hiszem októberben több millió forintot adományoztak ennek a labornak. Hát nem csak októberben, azóta minden évben. Tehát az Óbudai Egyetem is azon kevés non-profit szervezet vagy oktatási intézmények közé tartozik, amelyek az elmúlt 5 évben minden évben kaptak támogatást az alapítványunktól, ahhoz, hogy ne csak egy egyszerű összeget adjunk, mert tudni kell ezekre a technológiáktól, hogy ezek nagyon nagy ütembe fejlődnek, nagyon hamar elavulnak. Tehát az a robot, amit mi 5 évvel, vagy az a robotika labor, amit mi 5 évvel ezelőtt felszereltük, én biztos vagyok benne, hogy a dékán úr jelen pillanatban most már nem azokkal a technológiával szerelné fel. Én nem mondom, hogy már elavult, de nem sok van neki hátra. Tehát rendszeresen kell támogatnunk az egyetemet ahhoz, hogy ezek a hallgatók mindig a legmodernebb, leginnovatívabb technológiákon tudják elvégezni a feladataikat. És nem csak az Óbudai Egyetem, hanem mondjuk az Alba Innovárt is folyamatosan támogatja egyébként a KFT. Mert hogy nagyon fontos a digitális oktatásnak a fejlesztés, vagy digitális képességeknek a fejlesztése, gondolom én. Ez nagyon fontos. Én arra szoktam gondolni, hogy most már az életünk minden részén jelen van ez a digitális készségek iránti követelmény. Sokszor észre se vesszük, hogy milyen szinten benne van már az életünkben a mesterséges intelligencia. Én csak arra szoktam mondani, nekem ez is egy olyan példa, amit rendszeresen mondok, hogy már nem tudjuk, hogy mesterséges intelligencia, de amikor a telefont föltesszük az autóba, és elindítjuk automatikusan a Waze alkalmazást, vagy a Google-t, vagy bármelyik ilyen térképes alkalmazást, mesterséges intelligencia mondja meg nekünk azt, hogy merre kell mennünk. És lehet, hogy úgy gondoljuk egy budapesti forgalomból, hogy én tudom a rövidebb utat. Nem. A rövidebbet lehet, de a gyorsabbat nem. Tehát a mesterséges intelligenciának az eszén nem lehet átjárni. És ugye a mindennapi életünkben is ott vannak az okos tévék. Tehát amikor tényleg nézzük a tévét, és azt látjuk, hogy már internetezni lehet a tévén, vagy egyből lehet Netflixet nézni. Tehát olyan szinten bejött a mindennapi életünkbe ez a digitalizáció, és egyre inkább még jobban be fog jönni az okos otthonokon keresztül, hogy nagyon fontos az, hogy akik kikerülnek az iskolapadból, ne legyenek digitálisan analfabéták. És az Alba Innovár egy remek kezdeményezés arra, hogy már fiatalkorban
elkezdjük ezt a fajta készségnek a kialakítását a középiskolás diákokba, általános iskolás diákokba, mert ha akkor ezt megalapozzuk, akkor tényleg a középiskolákba, felsőfokú intézményekben már ezzel nem kell foglalkozni. És tényleg, aki ma elmegy bárhova dolgozni, azt lehet mondani, bárhova dolgozni, bármilyen munkakörben, szükség van a digitális ismeretekre. Azt is elmondhatjuk egyébként, hogy nem csak az innovációba fektet be egyébként ez a cég, hanem támogatja mondjuk a kórházat, és a város két részét is említettük egyébként, mielőtt beszélgettünk, a Halász Parkban is részt vett, illetve Baba Múzeumban, de most maradjunk inkább a kórháznál. Miért fontos, hogy a cég támogassa a kórházat, és hogyan tudja egyébként ezt a támogatást biztosítani? Hát a kórházzal való kapcsolatunk az egy nagyon régi kapcsolat, már házasságnak is lehet talán mondani, több mint 20 éve minden egyes évben kisebb-nagyobb összeggel támogatjuk a kórháznak, bizonyos kórházat bizonyos céljainak a megvalósításában. Az elmúlt 20 évben több mint $1 millió adományoztunk a kórháznak. Ez mai értékét tekintve, mondjuk, hogyha mai árfolyamon átszámítjuk, ez több mint 300 millió forint. Ez egy nagyon komoly összeg. És az egy nagyon fontos dolog volt ebben a 20 évben, hogy nem működési támogatást adtuk. Tehát nem azért adtuk ezt a támogatást, hogy a kórház működni tudjon, hanem azért adtuk ezt a támogatást, hogy fejlődni tudjon a kórház. Minden egyes évben valami olyan valósult meg a kórházban, ami növelte a betegeknek, az életminőségének, a javulásának a lehetőségét. Tehát olyan eszközöket szereztek be, olyan nyugat-európai eszközöket szereztek be a kórházban ezekből az összegekből, amivel sokkal jobban tudják Székesfehérvár és környékének, a betegeinek a gyógyítását végrehajtani. És mi kollégáink is itt élnek Székesfehérváron, Döntően vagy a környéken. Nem csak a kollégák, hanem a családtagjaik és a szomszédaik is. És nekünk úgy gondoljuk, hogy a kórházon keresztül tudjuk a legnagyobb hatást elérni, ezen keresztül tudjuk a legnagyobb jót nyújtani a város lakosságának. Ez egy alapítványnak köszönhető. Igen, ez egy alapítványnak köszönhető. Amióta amerikai tulajdonban van a székesfehérvári könnyűfémű, tehát 1993 óta mindig volt a mindenkori cégek mellett egy alapítvány. Ezt hívták Alko alapítványnak, Arkonik alapítványnak, Hamet alapítványnak. Ez egy globális alapítvány. Ennél a globális alapítványnak mindig megvoltak azok a céljai, azok a globális céljai, amit éppen támogatni szeretett volna, és ezen keresztül tudjuk ezeket a támogatásokat megvalósítani az éves programokon belül. Említettem a Halász Parkot és a Baba Múzeumot, mert én sajnos nem is tudtam róla, de hogy a cég is tevékenyen részt vett abban, hogy az a park az most úgy néz ki, ahogy kinéz, és a Baba Múzeum is, hogy megvalósult. Így van. Így van, a Baba Múzeumnak az átköltöztetéséhez is anno nyújtottunk egy egyszeri támogatást, és úgy emlékszem, bár ebben nem vagyok biztos, hogy pont amikor 75 éves volt a cég, 5 évvel ezelőtt, de ebben nem vagyok 100% biztos, akkor egy ilyen speciális alapítványi támogatás keretében sikerült a Halász Parknak a, nem biztos, hogy jól mondom, én nem vagyok mérnök, az alácsövezésének a megoldása, tehát kvázi én arra emlékszem, hogy régen a Halász Park egy nagyobb eső után kisebb velencei tóvá változott. Jelen pillanatban, hogyha ezt megnézzük, esik az eső, akkor egy normális parkként üzemel, vizes a fű, sár van, viszont nem kell csónakot tenni arra, hogy ott át tudjunk elni egyik részről a másikra. És a Baba Múzeum az hogyan jött? Tehát, hogy miért szerettek volna abban segíteni, hogy legyen egy ilyen helye ennek a múzeumnak? Hát én akkor még nem voltam ennek a vállalatnak a vezetője, tehát pontosan nem tudom erre a választ, de úgy gondolom, hogy ez egy olyan érték, ez a Baba Múzeum, amit mindenképpen meg kellett itt a városba őrizni, meg kellett tartani, és tehát ha arra volt szükség, hogy ez az akkori alapítványunk támogatást nyújtson, biztos vagyok benne, hogy az akkori vezető volt az, aki ezt felkarolta és eljárt egy speciális alapítványi támogatás ügyében, hogy ez az érték itt maradjon Székesfehérváron és méltó körülmények közé kerüljön. Köszönöm szépen, hogy a vendégem volt. Egy kicsit jobban megismerhettük a Haumet Köfém Kft-t. Én sok mindent nem tudtam a cégről egyébként, hogy mikortól létezik például, és hogy hogyan alakultunk idáig, hogy most akkor már a Haumet Köfém Kft. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt itt. Köszönöm szépen a meghívást.
Kedves nézőink, Hatus István, a Halmet Köfém Kft. Vezérigazgatója volt a köztér vendége. Egy picit jobban megismerhették ezt a céget, ami nagyon fontos szerepet tölt be itt a székesfehérváriak életében, illetve a Székesfehérvár életében. Köszönjük, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!